Természetesen az volt a célunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, ugye ez volt az utolsó barátságos meccsünk a bajnoki rajt előtt. A mester is mondta, hogy kifejezetten fontos az eredmény, és hogy meg tudjuk mutatni azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorlunk. Ez szerintem sikerült 3-1-re nyerni. Egy kapott góllal, ami úgy gondolom, hogy azért a hátvédsort is megilleti a dicséret, úgyhogy megyünk előre. Remek ellenféllel tudtunk játszani, ugye ők is Európa Ligában, ahogy mondtad, mennek. Egy kielezett harc volt, szerencsére mi jöttünk ki jobban ebből. Szerintem jól ment a játék, én élveztem mind a 90 percet, amit a pályán töltöttem, ugye sikerült egy gólpaszt is adnom, és még tudtam volna egy gólpaszt adni a végén, hogyha kihasználjuk a helyzetet. Összességében úgymond szerintem a védekezést is sikerült lehozni, voltak természetesen hibáim, de ez minden meccsen előfordul, úgyhogy szerintem jól sikerült. Helyzet kihasználáson szeretnék még fejlődni, mert azért volt több helyzet, nem sikerült belőni, úgyhogy ezeken szeretnék javítani, illetve a pontosságon is ugye volt pár eladott olyan labda, ilyen ki nem kényszerített hibánk, amiből jött az ellenfél, úgyhogy ezeken szeretnék megcsúszolni a következő mérkőzéseken is.